olyan szférát tárunk föl, amin így járkálni szoktunk, de ritkán ásunk benne ekkorát. Igazából egy-egy ember életében például egy-egy ilyen gödör, ez csak egyszer fordul elő. Várjunk csak egy kicsit, mit keresek én egy gödörben, meg egyáltalán mi ez a hely? Itt vagyunk Tadon, a Bükkalján. Nagyon intenzív, nagyon high-tech művelés folyik itt is, mint az ország nagyon sok területén. És ahol ilyen változatos a táj, ott azért ez a high-tech ez nem olyan egyszerű. Tehát a gépeink manapság már mindent tudnak, GPS-es, RTK-s navigációval centiméter pontosan haladnak évről évre ugyanazon a nyomon, és annak függvényében tudnak adott mennyiségű magot ültetni, növényvédőszert kijuttatni, hogy éppen hol vannak. Ezt hívják úgy, hogy precíziós mezőgazdaság. De ami nagyon hiányzik ebben az országban, miközben előre tört a precíziós gazdálkodás, milliárdok mennek bele ezekbe a precíziós gépekbe, de gyakorlatilag nagyon kevés az a szakember, aki megérti a felszínt, aki érti egy kicsit a geológiát, ért a talajtanhoz, tud így térben gondolkodni, és ezeket a talajtérképeket létre tudja hozni azért, hogy aztán ezeket a milliárdos eszközöket úgy használjuk, ahogy kell. Szóval azért jöttem Tardra, hogy megnézem, mi az a háttér, aminélkül a precíziós mezőgazdaság legmodernebb gépei is csak annyit érnének, mint egy ásóbot. Oké, ezt így nyilván ti is érzitek, hogy nem igaz, de valamiért eszembe jutott az ásóbot, és bele akartam fűzni a szövegbe. Az viszont igaz, hogy itt többre van szükség, mint egy sima műholdas navigáció. Ahhoz, hogy igazán precízen tudjunk növényt termeszteni, sok más környezeti adatra is szükség van. Ezeket részben műholdas távérzékeléssel gyűjtik a szakemberek. A műholdas távérzékelésnek ezer válfaja, az optikai, a közeli infra, a termális csatornák, a mikrohullámú radar távérzékeléses, mert ezek aztán a talaj nedvesség tartalmára nagyon érzékenyek. Amiből aztán, mivel ez egy matematikai világ, gyakorlatilag nagyon sok olyan elvont domborzati jellemzőt tudunk származtatni, ami megmutatja nekünk a felszíni nedvességáramlási folyamatokat, megmutatja nekünk sok esetben, hogy hol változik a talajképzőkőzet. A talajképző tényezők közül a legfontosabb az a talajképzőkőzet. Aha. Ez itt egy ilyen körülbelül miocén korabeli hegylábi agya. Na igen, vissza a gödörbe. Mert hogy nem elég kényelmesen hátradőlni és távérzékelgetni egész nap, fel is kell tárni a talajt fizikai és kémiai módszerekkel. A talajminta. Így tudjuk csak pontosan megtervezni a művelési folyamatokat. Az a pH-ja az 5 és 6-os között van. Persze felvetődhet, hogy mi a frászért kell ennyi energiát fektetni a vizsgálatokba. Ennyire ez is annyira gyönyörű egyébként, ahogy így látszik, hogy annyira degradált, hogy nem tud belenőni a gyökér, és itt a törési felszín, a repedések mentén nő. Ettől majd újra 360 lesz a kenyér. Ugye manapság a mezőgazdaság úgy éri el a maximumokat, hogy mindenből többet ad, mint kell. Viszont pont egy ilyen területen nagyon sok ezekből az anyagokból nem hasznosul. Tehát, hogyha tudom, hogy úgyse fog teremni, és csak annyit adok, amennyi az adott termés átlagnak megfelelő mennyiség, akkor ott nyertem, hogy nem adtam ki, tehát ugye a költség bevétel aránya elkezd ugye emelkedni, ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik, amit talán a gazdák kivétel ugye mindig van, nem annyira vesznek komolyan, de hát ez egy óriási környezeti terhelés, ami nem hasznosul, az én terményemben, azt azért adtam ki, hogy a környezet bizonyos elemeit megváltoztassam. Ugye egy nitrogén műtrágya, ha azt nem veszi fel a növény, az a talaj vízbe elmegy, az nitrátosodást fog okozni, a legnagyobb probléma, amit a talajvízzel tudunk tenni. Ebből a szempontból is egy sokkal stabilabb, sokkal olcsóbb és sokkal környezetbarátabb mezőgazdaságot fog eredményezni. A talaj tehát jóval többet rejt, mint támaszt és tápanyagot a növényeknek. Ez egy annyira érdekes világ, hogy itt végre a természettudományok a legmagasabb geoinformatikai hátterekkel és egy nagyon erős alkalmazott irányvonallal, amelyen úgy gondolom, hogy hosszú távon biztos, hogy megélhetést biztosít majd azoknak, akik ez iránt érdeklődnek. De még ha nem is akarsz ezen a területen dolgozni, viszont szeretnéd megnézni, mi van valójában a lábad alatt, van rá lehetőség. Egy extrém talajtani tábor lesz középiskolásoknak és földrajztanároknak augusztus végén. Lehet majd drónozni, geoinformatikával ismerkedni, nagyon nagy gépeket simogatni, meg persze jól összekoszolni magad.
az szinte kötelező. A tábor ingyenes, augusztus 21 és 23 között lesz, Nádudvaron megrendezve, hogy a géppark is ott legyen. Vannak szántóföldi területeink, ahol különböző talajtípusokat tudunk megnézni. Készen van hozzá a teljes geoinformatikai műholdképes domborzatmodelles állomány, ami nekünk kell, tehát gyakorlatilag a teljes vertikumot be tudjuk mutatni, úgyhogy közben délután este felé még elmegyünk fürdeni, meg ki lehet lazítani. A linket berakom a videó alá, amíg van hely, jelentkezhettek rá. Lehet, hogy én is lenézek majd egy rövid időre. Igen, azt a részt, ami még kenődött volt, és könnyebb volt ásni, ezt nem én csináltam. Egyébként ezt szoktuk mondani a hallgatóknak, ezért kell talajtan tanulni még jó előre, mert mire a gyakorlatra megy, addigra tudja, hogy mikor kéri el az ásót. Mert aki lusta, és azt hiszi, hogy most az elejét valami nagyot meg tud úszni, akkor a végén a legnehezebben kerül hozzá. Aha. Nem figyeltem eléggé órákon.